A főpróba már tavaly megvolt, hiszen a szervezők 2020-ban rendezték meg először a Dynamic Holiday gyermektábort. Az élményeket és kalandokat ígérő esemény nagy sikert aratott, hiszen Kalocsa mellett az ország számos pontjáról érkeztek táborozók. A második alkalomra sem kell már sokat várni, hiszen néhány hét múlva ismét kinyitja kapuit a Bagó Tibor által megálmodott és életre keltett gyermektábor. Az idei évben ugye a második alkalommal lesz így megrendezve a Dynamic Holiday gyerektábor, és idén is sport, kézműves és élménytábort szeretnénk tartani, ami magába foglalja a sportbemutatókat, kézműves foglalkozásokat ugyanúgy, mint a tavalyi évben, illetve a gyerekeknek szeretnénk még kedveskedni akár egy karaoke estével, vagy egy country rock koncerttel, tehát rengeteg programot szeretnénk ismét biztosítani nekik, hogy élmény teljes nyaruk lehessen. Az első alkalommal nagy sikert aratott programok közül néhányat becsempésztek az idei kínálatba is, de lesznek igazi újdonságok is. Idei évben csináltunk egy újabb táborindulódat a Delfin hangstúdióban, és azt szeretnénk majd egy klip forgatása keretei között megvalósítani, hogy a gyerekeknek is ez egy jó élményt nyújtasson, és a szülők is vissza tudják nézni ezeket a pillanatokat. A tábor a Szelídi-tó partján kerül megrendezésre, ahová 7 és 14 év közötti gyerekek jelentkezését várják. Július 25-től július 31-ig fog tartani, és ez az egy hét arról fog szólni, hogy a gyerekek újfent is garantált élményekkel tudjanak gazdagodni, és a napi rendjük a gyerekeknek úgy fog kinézni, hogy reggel 7 órakor lesz egy ébresztő, egy reggeli torna, akár a Bodnár Erika aerobik edzővel, vagy én tartok nekik foglalkozásokat, akár kicsi küzdősportjellegű foglalkozásokat, így a birkózó múltamból eredően. Aztán megyünk reggelizni, a reggeli után fogunk majd egy délelőtti foglalkozást tartani. Minden délelőtt lesz foglalkozás, akár egy elsősegély foglalkozás lesz, amivel a gyerekek majd meg tudják azt nézni, hogy hogyan tudnak segíteni bajba jutott társaikon, vagy hát ugye rengeteg ilyen délelőtti birkózó bemutató és egy délelőtti program keretei között lesz íjászkodás, lesz majd baranta bemutató, baranta játékok lesznek majd, tehát nagyon sok programon részt vehetnek a gyerekek, és ezután, a délelőtti foglalkozások után lesz majd egy ebéd, lesz egy csendes pihenő, a csendes pihenőben megkaphatják a telefonokat, ahol tudnak akár kicsit játszani, vagy a szülőkkel beszélni. Aztán jön egy délutáni program, akár strandvetélkedő, egy exatlon pályát összerakunk majd a gyerekeknek, azt nagyon élvezték a tavalyi évben is az exatlon pályát. Aztán rengeteget fogunk strandolni, és ugye hát a nyár arról szól, vagy a jó időben, hogy kimegyünk Szelídre, és ott fürdünk egyet. Lesz számháborúzás délutáni programunk keretei között. A vacsora után is lesznek meglepetések, többek közt közös éneklések és szalonnasütés is. A táborról és a jelentkezésről további információkat tudhatnak meg a dynamicholiday.hu weboldalon.